Hát nagyon szépen köszönöm. Azt szeretném mondani előjáróban, sokan tudják, akik itt vannak, hogy nagyon sok munka van ebben a munkában, és nagyon jó támogatást élvezni. És nagyon sokféleképpen kaptam támogatást az ISES-től is, például ugye a Társadalomtudományi Intézetétől és a Pannonia Egyetemtől is, és más egyetemektől is, és az elmúlt pár évben nagy támogatásnak köszönhetően tudtam dolgozni ezen a könyvön, és Magyarország nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az életemben, és ennek a könyvnek a kialakulásában is. Ahogy az előttem szólókat hallgattam, azt kell mondanom, hogy az emberek teljesen bolondok. De nézzük a nyelvet, tehát, hogy az emberek a nyelvet nagyon komolyan veszik. Amikor még, hogy is mondjam, a játszma része voltam néhány évvel ezelőtt, mindig azt mondták az emberek, hogy nagyon szeretünk téged, és akkor azt gondolom, hogy miről beszél ez az ember? Ugye imádjuk ezeket a dolgokat, ugye itt a szavak ereje, szeretjük hallani, hogy milyen szépek vagyunk, milyen okosak, és hát vannak ennek persze túlélési struktúrái, funkciói is, de nagyon szeretjük a nyelvet, és a nyelvnek óriási ereje van, a nyelv által használt kategóriákat komolyan vesszük. Szeretjük hallani, hogy mik vagyunk, és szeretjük másoktól hallani, hogy azok vagyunk, aminek mi gondolunk, hogy vagyunk. Hadd mondjak el egy vicces történetet. Ahogy már Gyuri és Bella is elmondta előttem, az első néhány évtizedet az Egyesült Államokban töltöttem, és megpróbáltam megnézni, hogy valóban ez működni fog-e. A nagyszüleim írek, és ők konkrétan ír nemzetiségként voltak jelen Amerikában. A 40 évvel ezelőtt hagytam el az Egyesült Államokat, 30, de 40-nek érződik. Tehát akkor ír lettem, és azóta is Guinness-t iszom, meg ilyenek. Akkor már rendesen csináljuk, nem? Tehát egy fantasztikus történetet gyűjtöttem az identitásról, és amikor az Ulster Egyetemen tanítottam Észak-Írországban 5 éven keresztül, az fantasztikus hátteret adott nekem arról, hogy miről is szól az identitás kérdése. Az emberek gyakran tudják, hogy ők kicsodák, és az alapján döntik el, hogy ők kik nem. Én tudtam, hogy én ki vagyok, legalábbis családi értelemben, nagyon-nagyon korán tudtam már. Persze, mi katolikusok voltunk, úgyhogy írek is voltunk, teljesen nyilvánvalóan. Az apám az mondta, és mondta ezeket. Ír vagy, katolikus vagy, és demokrata vagy. Kész. Ezeket fel is jegyeztük. De amikor elmentem Észak-Írországba, ez egy nagyon érdekes dolog volt számomra, hogy az emberek mennyire komolyan vették ezeket a dolgokat. Az egyetlen dolog, ami Írországot megmenti a pusztulástól, az a humor, és ezt többször megtapasztaltam. De az északír konfliktus, ugye tudják, hogy miről beszélünk, ugye a protestáns katolikus szembenállás, a nacionalista és az unionista szembenállás versus a Nagy-Britannia, ugye tudják itt a választóvonalakat. És ezek általában így is sorakoznak fel, ezek a figurák, vagy balra, vagy jobbra állnak ebben a kérdésben. És van egy ilyen történet, ami kering, hogy van egy zsidó turista, aki eljön Belfastba, és egyszer csak befordul egy utcába, és látja, hogy ott egy nagy demonstráció. A tüntetésnek a vezetői oda jönnek hozzá, és megkérdezik, hogy protestáns vagy katolikus. Én egyik se vagyok, zsidó vagyok. Jó válasz, végül is Írországban nincs túl sok belőlük. Úgyhogy a tüntetésnek a vezetője összebúgnak, hogy valahogy mit csináljanak, de protestáns vagy katolikus zsidó vagy. Hát pontosan így működik ez a dolog. Hát annyira idióta ez az egész történet, hogy egyszerűen elmagyarázhatatlan külsősök számára. De a lényeg az, hogy az ilyenfajta identitásnak az alapjain az emberek képesek voltak ölni is. És azóta,
fiatal korom óta, amióta ezeket megtapasztaltam, amióta ott ültem a hadi fogságban, és mondtam, hogy nem fog Vietnámba utazni, azóta vagy az volt, hogy megtagadom a parancsot, és közvetlenül, és akkor az a börtönnel jár, vagy én beperelem őket, ami hát elég hallatlan volt a számukra, úgyhogy bepereltem a honvédelmi minisztert, és elmentem, hogy a bíróságról van egy bíró, és ez fölment a legfeljebb viteli bíróságra. Ez már 25 éves voltam, elképzelhetik, hogy ez nem volt egy egyszerű dolog, és ott ülök a bíróságon, és hallgatom a három bírót, akik ilyen magas pulpituson ültek, én meg a lábuknál valahol lenne porban, és azt mondja az igazságügyi minisztériumnak a bírája, tehát a washingtoni, az ugye az ügyész, az államügyész, ami az igazságügyi minisztériumot képviselte, az minden barátom ott volt, tele volt a szoba, ez a terem, és ott ültem egyedül azon a padon, nagyon komoly kinézetű bírák között, és elkezdtek beszélni, és elkezdett, megszólalt ez a fickó, akit úgy... Tehát tulajdonképpen nem értették, hogy én ki vagyok. Egy ilyen jogi különállás volt. Tehát, hogy besűrítettek engem egy külön karakterbe, akinek nem értették a működését. Ugye van a törvény, van az egész jogi probléma, ugye ez kicsit több annál, mint egy Facebook vagy egy Google, tehát amely mindannyiunkért működik. Ők végül is eldöntik, hogy te ki vagy. És tulajdonképpen ez történik, hogy eldöntik helyettünk, hogy mi kik vagyunk. Különböző pszichológiai kategóriákba teszik az embereket, hogy ez mondjuk narcisztikus, ez exhibicionista, ilyen kategóriákba tesznek. És ezt újra megalkotjuk ezeket a kategóriákat. És ezért az emberségnek az alapvető szabályait nem tartjuk be. És a nyelvet borzasztó módon használjuk, tehát egyszerűen nem gondoljuk át, hogy a nyelvet mire használjuk, és hogyha ezt kicsit hátrébről tudnánk nézni, és hogy a nyelvet hogyan használjuk a valóság meg kreálására, azt hiszem,